négyzetkilométerében a legnagyobb budapesti kerületek közé tartozik. Lélekszámát tekintve viszont a legnagyobb 170 ezer lakója van, tehát Szeged nagysága. A múltja is azért több ezer évre visszavezethető. Pannonok, illírek is éltek itt ezen a területen, majd a kelták hódították meg. A kelta népnek az egyik valószínűsíthető törzse az Eraviscus törzs, aki hosszabb időt töltött itt a dél-budai részen, itt a Gellért-hegy lábánál. A gyógyforrásokat már ismerték, Akink, bővíz, bőforrásnak nevezték a tabáni központot. Erről itt vannak régészeti leletek, körbe is adom majd ezeket a képeket. Fazekas munkásság nagyon-nagyon fejlett volt, erre vonatkozólag is találtak, és többek között, amikor 1905-ben elkezdték építeni ezt a házat, a Gellért tér 3-at, az alapozásnál találtak 500 ezüstnyi Eraviscus pénzt is. Ezt erről is mutatok magunkat. Ezt a házat úgy is nevezik, hogy Eraviscus ház. A Bellis testvérek tervezték, Sándor és László. Azt tudjuk azért, hogy ugye a török időkben is használták már a forrásokat itt. Ezt a részt Szüzekfürdőjének is nevezték, a Gellért-hegyhez pedig számos legenda kapcsolódik. A Szüzekfürdőjét arra is érthetjük, vagy gondolhatták, hogy a számos legenda fontán, hogy a középkorban élt egy szerzetes itt a barlangban, és ő volt az, aki ma a mai modern szóval mondhatnánk, hogy életmód tanácsadással foglalkozott ugye az ifjú hölgyeknek és az asszonyoknak is, hiszen itt nem csak gyógyvíz volt, hanem nagyon-nagyon jó minőségű iszap. Tehát egészen a 19. századig használták itt a gyógyiszapot és a gyógyforrások mellett, amely sajnos aztán az építkezések folytán, ugye a 19. században történt építkezések folytán, és hát úgy tűnik, hogy azért a kincses táraink nem elapadhatatlanok, egyszer csak elfogyott az iszap, úgyhogy most már csak a gyógyvíz van itt. A 12. században is, a második Géza idején itt például ispotány működtettek, a Johannita lovagrend, majd második András idején is kedvelt fürdőhely volt, tehát ismerték. Ugye azt említettem, hogy a török időkben, hát a második virágkorát érte a fürdőkorú, ugyan az ország a pusztulás szélére került, de a fürdőkultúra az a második virágkorát érte. Utána több tulajdonosa is volt ennek a területnek, míg végül a 19. században működött, 1832-ben az első fürdőt, az úgynevezett sáros fürdő. Tehát bármennyire hihetetlen, itt ezzel a csodálatos épület előtt egy ilyen fürdő állt, amit használtak az a város lakói, akkor még nem lehetett mondani, 1873-ban vett csak Budapest, Buda, Óbuda és Pest egyesítésével. Hoztam képeket, hogy azért láthassák, hogy milyen volt mielőtt még itt volt a szálloda, hiszen ez csak 1918-ban épült meg, de itt láthatják, hogy a Szeged étteremnek az épülete már volt, és akkor még egy haláscsárda volt itt. Itt lehet látni a haláscsárdát, és ez pedig a 30-as évekből való kép, hogy hogyan is nézett ki maga a terület. Ami a fejlesztésre igazán nagy hatással volt, azt mindannyian tudjuk, hogy a 1838-ban a Duna ugye egy nagyon nagy áradás következően Pestnek a teljes részét elpusztította. Ez abból adódott, hogy ugye a Dunának a budapesti 28 kilométeres szakaszán itt a legkeskenyebb. 285 méter, ahol most a Szabadsághíd áll, ugye a harmadik hídunként épült meg, akkor még Ferenc József híd, 1896-ban adták át, és maga Ferenc József is itt volt az átadáson. Tehát itt a legkeskenyebb, és ebből adódóan földduzzadt a jég telente a lágymányosi részen. Azt kopaszi zátonyoknak hívták azt a területet, tehát ahol ma az egyetemi rész van, azt el tudják képzelni, akkor egy hatalmas, lápos, nádas terület volt. Tehát ahogy földuzzadt ott a jég telente, ez volt, hogy ágyukkal kellett ellőni, vagy szétlőni, hogy ugye ne okozom problémát. 1838-ban egy hatalmas és gyors áradás következett be. Ennek a következménye lett Pestnek a teljes pusztulása, vagy legalábbis a háromnegyed része. A város vezetése ekkor döntött úgy, hogy bizony most már meg kell oldani ezt a problémát. Remek, már akkor is nagyon remek mérnökeink voltak. Reiter Ferenc vezetésével meg is kezdték, és ki is alakították a terveket, de egy városrendezési és egy csatornázási tervet készítettek el, amelyben nagyon érdekes még az volt, hogy a Nagykörúton, ugye az a Dunának egy holtága volt, hogy úgy volt az elképzelés, hogy egy hajózható csatorna lenne. Tehát akkor ma úgy közlekedhetnénk, mint Velencébe bizony, és összekötötte volna ugye a Duna főágával.
De ezek ugye a 48-as, 49-es események megakadályozták, és anyagi problémák miatt nem következhetett be ez a terv. Viszont a budai oldalt is elkezdték fejleszteni. 1877-ben megépítették a déli összekötő vasúti hidat. Ennek következtében egy részét lecsapolták az ott lévő mocsaraknak, és egy hatalmas tó keletkezett, ez volt az úgynevezett lágymányosi tó. Tehát itt a felső képen még maga a Gellért szálloda sem volt, viszont a tó ott van. Ott lehet hátul látni a déli összekötő vasúti hidat. Egy sílit volt, ami elválasztotta a tavat és a fő Dunában. Az volt az elképzelés, hogy itt a hajóknak egy ilyen téli hajóállomást készítenek. Tehát ez volt a lágymányosító. Ugye itt már itt még nem látható a szálloda. Itt nem látható a szálloda, itt már igen. Nagyon jól, ugye a Petőfi csak 1930-ban épült meg. Tehát ez a lágymányosító a 30-as évekig ott volt. Ugye, jobban mondva, hát az elején. A városfejlesztésnek ugye két nagy üteme volt, az egyik az 1867-es kiegyezés, ami fellendítette, és a másik az 1898-as eseményekre, ugye a millenniumi ünnepségekre való felkészülés. Ez a kettő nagyon nagy löketet adott, mind Pest és mind a budai résznek a fejlesztésébe. És azt kevesen tudják, hogy az is szóba került, hogy itt Budán legyen a világkiállítás, tehát ne a város, igen, hanem itt a budai részben legyen. Nem ez valósult, de már nem sajnos, mert gyönyörű lett a Városliget és az Andrássy út, viszont volt egy nagyon élelmes úriember, Somosi Károly, aki úgy döntött, hogy ő bizony megcsinálja itt a lágymányosi vigalmi negyedet, és 1896-ban valóban megcsinálta a lágymányosi tónál. Erről is adok egy körbe egy ilyen fotót. A budapesti Konstantin Nápoly volt. Tehát a török időkre visszaemlékezve, a dzsámitól kezdve az egész török időket lehetett látni. Nagyon élvezték, mint egy fél éven keresztül működött ez. Két okból kifolyólag ért véget. Önök szerint mi lehet ez a kettő? Az egyik az anyagi probléma, a másik meg a szúnyoginvázió. Olyan nagyon volt a szúnyoginvázió, hogy be kellett zárni azért ezt a vigalmi negyedet, de fél éven keresztül remekül működött. Tehát innentől kezdve már elkerülhetetlen volt, hogy ugye beépüljön a budai rész. A város vezetése úgy határozott, hogy az egyetemi műszaki egyetemi épületeket itt fogja Budán megépíteni. 1904-ben épült meg az első épület, a Műegyetemnek az épülete, amit ott látnak, ugyan 1782-es évszám van rajta, önök szerint vajon miért? Bár az épület maga csak 1904-ben Ziegler Győző tervei alapján épült. Így van, tehát a műszaki képzés már a bölcsészkarnak a kevelén működött. Ugye az első épület 1872-ben az Asztóriánál a mai ELTE TTK épületében volt. Ha fölnéznek az oldalára, geometriai formákat is látnak, ez utalt arra, hogy ott működött a műszaki egyetem. Tehát 1904-ben megépült ez az épület, és aztán mintegy 7,2 hektárnyi területet csapoltak le, és szépen 30-as, 50-es években épült tovább az egyetemi kampusznak az épülete, és ma ugye ezen a lágymányosi tó helyén, amit látnak, ma működik az egyetemi kampusz és az infópark, egészen ugye a lágymányosi hídi. A Gellért szálloda 1911-ben kezdték el építeni, Sterk Izidor, Hegedűs Ármin és Sebestyén Artúr kései szecessziós stílusa tervei alapján, de csak 1918-ban, tehát átadni ugye azért az első világháború, meg 19 azért közbejött, bár 18-ban át tudták adni. A két világháború között itt remek társadalmi élet folyt, el tudják képzelni, hogy rendezvények, bálok. 1927-től maga Gundel vezette az éttermet, és ebben az évben került be a hullámfürdőnek a berendezése, majd azt képzeljék el, hogy azóta is avval a berendezéssel működik. Tehát zseniális. A szobrok és a domborművek, amit most ugye a felújítás miatt nem látunk, mind-mind a gyógyulást jelképezik. Igen. Hát a kútba elvileg 8 forrásból jön a víz, de csak megnevezi, de rendes vizet lehet inni, tehát nem gyógyvíz jön föl, de jelképezi, hogy 8 forrás található itt, de rendes csak víz jön föl belőle. Igen.